Sziasztok! Biztos tudjátok, hogy húsvét mikor van, és hogy miért van akkor. Ugye a ö, tavaszi napi egyenlőséget követő első telihold utáni pénteken, vagy nagy péntek pontosabban azon a hétvégén van, mert volt olyan is, hogy, hogy a telihold az nagy péntekre esett, és utána volt nagy szombat, illetve a feltámadás vasárnapja. Most pedig zöld csütörtökre esik, tehát hatodikára esik a telihold. És nagyon érdekes, mert ez a telihold, ez pont a Keironon áll, pontosan a nap együtt áll a Keironnal, és ez nagyon érdekesen elgondolkodhatott engem, hiszen mit ünneplünk? Ünneplünk. Mit gyászolunk és ünneplünk a nagy héten és egyáltalán húsvétkor? Jézus kereszthalálát és Krisztusként való feltámadását. És ez az egyik legnagyobb misztérium a keresztény vallásnak, egyelőre még mindig jó sokan vagyunk, akik hát megvallják a hitünket, és reménykedek abban, hogy többen is leszünk. Na nézzünk rá a képletre. Tehát ez most a, ugye a hatodikai teli hold, és azt a címet adtam ennek, a, ennek az egésznek, hogy a fájdalom vagy a gyógyulás teli holdjáról van-e szó. Április 6-án hajnali, vagy reggel, 6 óra 34 perckor eh, pontosodik be, és ahogy látjátok, éppen nem látjuk a holdat, hiszen a látóhatár alá kerül, miközben a nap éppen fölkelőben van a keironnál. Tehát a teli hold napja van, áll együtt a Keironon, a hold pedig lemerül az alvilágba, legalábbis itt a budapesti képletben. Ez azt hiszem, hogy, hogy szimbolikus értékű is, hiszen pontosan ez történt, amikor meghalunk, ugye lemerülünk az alvilágba, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor lemerült az alvilágba, és harmadatra pedig feltámadott. A nap pedig, ugye a Sol Invictus, pedig ott van éppen felkelőben, de ha megnézzük a budapesti képletet, akkor valami nagyon-nagyon furcsát is látunk. Rengeteget beszéltem az elmúlt hetekben a kos stelliumról, arról, hogy különböző aszteroidák, illetve ugye a naprendszer legnagyobb bolygója Jupiter, illetve Keiron, a karmikus sebek bolygója, a, kentaúrok ugye a, kentaúrok kentaúrja aki mely kifejezi szimbolikusan az összes karmikus sebünket és az abból való gyógyulást, tehát mert tulajdonképpen felfoghatjuk egy táltosnak, egy sámánnak is hogy ez mind most a korsban jár, Több, többször fogok beszélni talán ebben az évben, de van is előre egy külön videóm ami kimondottan a vesta asztrea konjunkcióról szól. Ugye Vesta a negyediknek felfedezett aszteroida, ASZTREA pedig a tizediknek, és ennek a kettőnek az együttállása nagyon izgalmassá teszi a karmasztrógiai téridőt 2023-ban, hiszen vesta mint papnőt, szoktuk azonosítani, de a fókuszáló képességet jelöli a képletben, ASZTREA pedig a karmatörés és a sorsváltoztatás aszteroidája. És ha megnézitek, akkor most. Pont az asztendensen áll Eris, a, a, az egyik ugye, külső karmatörő, szoktuk mondani, az irányíthatatlan. Ö Drasztikusan megváltozó külső folyamatoknak a kentaúrja, és mellette áll Asztrea, a belső karmatörő, ő a sorsváltatás képessége. És mindezt keretekben foglalja egyrészt Veszta, a papnő, és Jupiter, amit mondhatnánk, főpapnak is. Tehát nagyon izgalmas, hogy pont ez emelkedik, ami azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk. Az egész év arról szól, hogy változik a sorsunk, és. A külső közeg mindenféleképpen egyre intenzívebb a háborús retorika, egyre durvább dolgokat tesznek a háborúzó felek egymással, meg egyáltalán bekerült, szinte felfoghatatlannak tűnő ötletet elképzelésekkel árasztanak el bennünket, atomfegyvereket telepítenek ide-oda, Te, mindegy, ne, is, ne, is, ne, ne erre koncentráljunk, koncentráljunk arra, hogy ott van a gyógyulás lehetősége is. Tehát most, mintha az emberiség egy olyan téidő pillanathoz érkezett volna, hogy ember, figyelj már oda, inkább gyógyíts. Ugye mi magyarok ezt pontosan tudjuk, hiszen a magyar királyoknak, és ez a Szent Korona üzenete, hogy ne hódíts, hanem gyógyíts. Ezért van Szent Kozma és Damján nagyon prominens helyen a Szent Koronánkon. És ennek a téridő pillanatnak egészen pontosan ez a szimbóluma, hogy vagy visszavonhatatlanul elindulunk egyfajta hát sebzés, sebződés útján, vagy azt mondjuk, hogy itt eddig és ne tovább, és ráfókuszálunk a drasztikusan megváltozó külső körülményekre, megpróbáljuk azokat a belső oldalról meggyógyítani, azáltal, hogy figyelünk, és azáltal, hogy ezt választjuk. Erre ad lehetőséget, vagy, vagy teremt lehetőséget az a tény, hogy a merkúr pontosan együtt áll a felszálló olcsomóval, a sorsfeladatunkkal. Mi is ennek a téridőnek, ennek az elmúlt majdnem másfél évnek, ugye júniusig jár a holcsomó pont a Skorpió Bika tengelyen, és aztán majd váltanak, pont a Kosmérlek tengelybe fognak váltani. Ö, tehát most még lehetőségünk van arra, hogy tudatosan megértsük Merkur, és tegyünk is érte, szóljunk is, ö, Arról, hogy mi is a dolgunk, mit vállaltunk föl mostanában erre a téli időre, hogy békét, biztonságot, harmóniát, jólétet teremtünk. Amúgy ez lenne az Európai Uniónak a fő feladata. Azért alakult, hogy békét, biztonságot és jólétet teremtsen az európai embereknek két pusztító, rettenetes világháború után. erre mit látunk? Hogy a kretén vezetők beállnak Amerika mögé, csatlósként. 52. államként azt a szajkózák, amit a háborús héják Amerikában kitaláltak nekünk. És ez a téridő pillanat, ez a mostani teli hold, alkalmas arra, hogy egy picit magunkba szálljunk, és elgondolkodjunk. Egyébként szerintem mi átlagemberek ezt értjük is, a kretin európai vezetők azok, akik nem értik. Ö, ott van egy, ugyanakkor egy Uranus-Juno konjunkció, tehát Drasztikusan megváltoztathatjuk, megújíthatjuk nem csak a külső körülmények által önmagunkat, hanem változtathatunk a szövetségeinken is, meg, a, megadatik nekünk, illetve a Sötét Holdi ugye a Rit Mítosznak a második mozzanata, ami arról szól, hogy inkább magunkra veszük az átkot, de nem fogjuk azt tenni, amit járvány parancsol nekünk, az új ugye istene, aki nem Jézus Istene, ezt is sokszor elmondtam, nem érdekel, hogy hány keresztény társamat bántom meg, ha megnézed az új szövetség elköltségét és az új szövetség elköltségét, köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ráadásul Krisztus pontosan azt mondta, hogy új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, az a törvénykora volt, ez meg a kegyelemkora, és így kellene élnünk, és nem kéne visszacsatolnunk a, a törvénykorára és a törvény pusztító istenére, aki önmagát nevezte pusztítónak, hiszen a Bibliában, amikor rákérdezünk, ugye, hogy, hogy ki vagy te, ugye, vagy azt válasz, két, két helyen válaszol, vagyok, aki vagyok, oké, okay, akkor gondolhatjuk azt mi is, amit gondolunk, illetve a saddai, ami azt jelenti, a hogy a pusztító. Tehát ez a palaszatini pedig ugye a bölcsesség istennője, tehát abszolút alkalmunk van arra, hogy akár az átok magunkra vételével is kimondjuk azt, amit gondolunk, és kimondjuk azt, amit bölcsnek tartunk. Nem esetleg palaszatini uralja ugye a honvédelmet is, tehát hajrá, ezt tudom mondani. Három nagyon érdekes, és tulajdonképpen hasonló aszteroida is belekerül itt a téridőbe ugyanis Astarte, aki nem más, mint Istár, Asztria, aki ugye a csillagleány, és Asztrea, majdnem ugyanazt jelentik, de máshol szerepelnek. Nézzük meg ezeket. Azt tartja, ugye Istár istennő, az a mezopotámiaknak a háború és a szerelem istennője volt. Azt gondolták a mezopotámiai káldós papok, hogy amikor hajnali Vénusz van, az a harcos, az önálló, senkihez sem tartozó Vénusz, amikor pedig esti ö, csillagként jelenik meg, akkor pedig egy együttműködő a szerelemben is, és egyáltalán a szövetségkötésekben is jeleskedő istenőről van szó, tehát ez ugye a szobrocskája. Aztán Aszteria, egy titánnő volt a görög mondavilágban, egyébként a jóslóálmok, az asztrológia kapcsolódott hozzá. Fontos tudnod azt, hogy ha egy mítosz azt olvasod, hogy titán vagy titánnő, esetleg dajka, az mindig az előző korszaknak a főistenei közül egy fontos személy. Ugye Zeusszal tulajdonképpen az olimposzi istenek jelentek meg, leváltották a korábbi isteneket, Kronosznak a gyermekeit, és Asteria egy Kronoszi gyermek volt, egy Szaturnusznak volt az egyik gyermeke, és éppen ezért egy eltűnt korszaknak a csillag volt. Astrea viszont Zeusnak a lánya, ugye ő az asztrológiában a tizediknek felfedezett, felfedezett aszteroida, itt van a jelképe, ugye azt jelenti hogy neve, hogy csillagleány, a mítoszát nagyon sokszor elmondtam, a, azt a szerepet játszotta egyébként, hogy mindig ott maradt, ő a lehető legtovább egy helyzetben, egy, 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 állapotban, ő volt az utolsó, aki elhagyta azt az állapotot vagy helyzetet, és mindig képes volt sorsot változtatni, de úgy, hogy kimaxolta az eredeti sorsát. Tehát ez nagyon lényeges, hogy nem kiugráltunk belőle, meg abba hagytuk, meg kidobtuk, meg elváltunk, meg, meg ott hagytuk, hanem maradtam, ameddig lehetséges, az utolsó utáni pillanatig szinte, de utána képes vagyok változtatni, sorsot változtatni. És akkor így néz ki, ugye, hogy az asztartét látod a napon, tehát tulajdonképpen együtt áll a Keironnal és a nappal, tehát Istár, a szerelem és a háború istennője hozzátesz ahhoz az információhoz, amit mondtam, hogy ez, ez egy táltos Hold, és eldönthetjük, hogy sebződünk tovább, szebbeket okozunk másoknak, és magunk is sebződünk, vagy pedig meggyógyulunk, a gyógyulás útját választjuk, és ehhez lehet Istár Istennő segítségét kérni. Azt Teria, ugye a Jósló Álmok titán nője, az a, a, a Szednán van, tehát a szétdorogolás általi teremtés Kenteúrján, Asztrea pedig egyrészt a budapesti asztendensen, másrészt pedig az Eriszen, ugye a külső karmatőrön azzal áll együtt. Nézzük meg azt az oldott opozíciót, amit ezek a ezek a, ezek hoznak létre. Tehát önmagában ugye itt már a Nap Keiron szemben állt pontosan a holdal, és az uránusz egy 150 fokot vet a holdhoz. A Júnót oda vigyeztettem, az az igazság, hogy ő nem vett se 150 fokot azért vett, de a 30 fok az hiányzik, hiszen több mint két fokos az Orbis, mert pedig a 30 foknak maximum két fokos lehet az Orbis. Tehát létrejön egy oldott opozíció az uránusz által, az uránusz viszont behúzza a júnót is, tehát ezt a fajta változó szövetségek állapotát figyelhetjük meg a téridőben. A transzendens égitestek pedig úgy egészítik ki a minőséget, hogy nagyon érdekesen a hold talán a legkülönlegesebb, a napot nézzük meg először, mert ugyan a Keiront és az Asztartetét el, már elmondtam, de ott van Zószer is, hogy az egyik fő fáraója, az építő, építkező fáraó az egyitomiaknál, tehát építkezni kéne és nem rombolni. Bár érdekes módon egy nagyon érdekes hír jelent meg, hogy a valuta alap, valamilyen nagyon, mit tudom én, hány milliárd, két és fél milliárd dolláros segít, vagy tört, kölcsön biztosít az ukránoknak. Na most, ha ismeritek, hogy a vadút alap hogyan működik, hát, vagy a világbank, nem is mind a kettő, teljesen mindegy, ilyen elképesztően szinte sorról sorra megmondja neked, hogy mit kell ehhez leépíteni, mekkora lehet a növekedés semekkora, hogy nehogy kinőd a kölcsönt, és egyáltalán hány embert kell foglalkoztatni, mekkora lehet a nyugdíj. Most ilyet nem láttunk, tehát ilyet egy egyáltalán kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy látunk-e ilyesmit, de mindegy. És ott van az Arakne is, ugye a, az egyik hübrisz aszteroida, ami hát szó szerint azt jelenti, hogy ne képzeld magad az isteneknél nagyobbnak, azért, mert póká változtat az istennő. Ugye ez történt az ö, ö, is, amikor dicsekedett az, hogy mennyivel szebben képes szőni, egyébként tényleg szebben is szőt, mint Palaszaténi a szövés uraló Istenő. A holdon pedig ott van tir az északi népek háborúistene, és Amerika hurrá. Tehát talán ébredezni kell ez az amerikai nép, hogy már megint bepaliszták őket, majd megint az ő falkukkal verik a család, meg az európaiakkal természetesen, mert ugye ontják a pénzt erre a háborúra, ontják a fegyvereket erre a háborúra, és tulajdonképpen a növekedéstől veszik el a lehetőséget, a, hát nem beszélve, hogy Európát meg elpusztítják gyakorlatilag, megint csak a kretén vezetőink miatt. Az Uránuson ott van Atlantis. Mire figyelmeztet ez? Arra, hogy egyszer már, sokat már felrobbantottunk mindent. Tehát tényleg ezt akarjuk megint? Tényleg ki akarjuk próbálni, hogy hogyan lehet megint lenullázni mindent? És akkor újra kezdeni, majd mit tudom én hány generációval, miután majd kinőttük a, az atompusztulást? Én nem értem. Húremhebb viszont az emelkedés szimbolizálja. Ugye ő egy rabszolgából avanzsált hadvezér volt Utenkámen idejében, és aztán a fáraó halála után ő lett a fáraó. Tehát a semmiből való fölemelkedés a képességeink által ezt is jelzi a téridő. A júnón pedig ugye ezek mindig külön szerepelnek itt, hiszen láthatjátok, hogy nagyjából két és fél fok van az Uranusz és a Junó között, de, és mivel minden transzcendens égítestek egy fok a, a zolbisa, éppen ezért külön transzcendenségű testek kapcsolódnak a Juno-hoz, méghozzá Sphinx, a titkok, Feton megint a pusztulás, érdekes módon, ugye a, a, szét, a, a teljes szétrobbanás a sem mindennek. Fetonnak a legendája, felolvasátok, az a kataklizmát írja le gyakorlatilag. Tehát megint egy kataklizm előtt állunk, a szövetség, ugye ami alakult, itt most már tényleg ilyen háborús szövetség alakult, tehát döbbenet. És az Orfeusz, ugye az alvilág istene, ami figyelmeztet bennünket, hogy még neki sem pedig mindent megtett, sem sikerült visszahozni a feleség, imádott feleségét. Az alvilágba egyszer lemerünk, az alvilágba ennyi. Ugyanakkor két fontos állócsillag is ott áll a Jónon, az alma, ami az androménának a gammája, és a menkár, ami az alfának a cetje, az alma, egyértelmű, ugye az androméda, a megkötözött királylány gammája, az egész androméda, Cassiopeia, kefeusz Perseus legendához kapcsolódik, és a megkötözött királynának a szabadulását szimbolizálja, a menkár pedig a tudat a gondolatai, a tudat alattiból felmerülő gondolatokat, hiszen a CET az egyik úgynevezett liminális térben lévő csillagkép, erről megint sokat beszéltem. És ha egy picit tovább nézünk, és azt mondjuk, hogy vajon nyílik-e a tér, Ö, a, keresünk, hat, és találhatunk-e 16-17 fokon transzcendens égitesteket, akkor azt látjuk, hogy bizony a halakban ott van Nessus, ő a második dokumentált ö, ö, pszichopata a Kentaurok közül, az a fajta kentaur, ugye, aki el tudja bűvölni még akkor is a, az embereket, hogyha éppen gyilkosságot követel. Nessus egy, egyszerűen egy, egy erőszaktevő, aki megerőszakolja. Herkulesnek a feleségét, Dejaneirát, de meggyőzi, miközben haldoklik, hiszen Herkules kilő rá egy olyan nyilat, amely bele van márta a hidra vérében, és a haldokló Nessus meg tudja győzni a Dejaneirát, hogy az ondóval kevert vére potens varásszer. Zárulj el, igen, az egyik legpotensebb varázszer az ondóval kevert vér. A feminin és a maszkolin erőknek az összevegyítése, nem véletlenül tiltották a házas életet ugye az elmúlt 2000 évben a menstruáció alatt. És ez ráadásul még a hidra vére is benne van ebben a keverékben, ami halálos méreg, valóban ez okozza a Herkules vesztét, de nem csak a vesztét okozza, hanem a gyógyulást is, a felszabadulást is. Ez nagyon érdekes szimbólumról van szó. Ez tehát akár akár rá is döbbenhetnek a világvezetők, hogy mekkora palaszból kiszabadult szellem van itt fölöttünk, ami őket is, mint egy gomba felhő, őket is el tudja pusztítani. Illetve az ikrekben pedig ott van alcsíra, és aki lesz, ugye a sérülékenység, Altyira pedig a, az a teremtés mitosz, amely szerint egyébként ez egy új zélandi teremtés mitosz, Altyira megteremti a világot, és aztán elmegy a világ legutolsó sarkába, legtávolabbi sarkába, hátat fordít, és vissza se néz. Tehát azt a fajta képességet, amikor én teremtek valakit, mint te működtetni már nem akarom, hát érdekes uh, ilyen szempontból ez is. És egy olyan égitest, amit nagyon nehezen ejtem ki, ezek a szí szívó uh, hangok, ez a Komdina ma nevezetű uh, fura uh, kentaur, illetve a TNO ami egy nagyon helyes fiatal lányról szól, aki megmenti a törzsét a pusztulástól, tehát ott van a menekülés, a mentés lehetősége is. És ha megnézitek, ugye egy olyan fényszökép alakul, van egy mini trapézunk, aminek a teteje pont az Uránusz nap 30 fok, a kvadrát a Nessus és az aki lesz között feszül, ez egyébként egy, egy változó padel, tehát akár elengedhetővé is teszi az egészet, és tovább, tovább viszi ezt az oldott opozíciót, ugye még ráadásul egy változó levegő mozdon is ott van, tehát, tehát lehetőségünk van arra, hogy, hogy okosan, értelmesen változtassunk, hogyan a levegő segítségével, ami az értelemnek az eleme. És akkor itt van, pár nappal ezelőtt kiraktam ugye egy, egy videót, arról, hogy hogyan záródnak, illetve nem záródnak égitestek. Az apropója ez ugye a Merkur bikába lépése volt, amely rögtön létrehozott egy, egy Merkur Plutó kvadrátot, és ott is kirajzolódott az a ö, misztikus négyszög, ami itt még szorosabbá is vált három nappal később, de a mars, ahogy tovább ment, és mondtam, figyelmeztetlek benneteket, hogy a mars az maximum egy napig, másfél-két napig van ott, valóban három nappal később már pont az Orbis határon túl van, tehát éppen nincs ott. Az x viszont még igen, tehát tulajdonképpen ez a Merkaba igazából már nem záródik. Igaz ugyan, hogy ott vannak a fényszögek, tehát ezt próbáltam bemutatni az előző videóban, hogyha érdekel, akkor nézd meg, lehet belőle szerintem tanulni. Mindenesetre ez a telihold, ami ugye minden teliholda beteljesedésről szól, itt beteljeshethet valami, talán olyasmi, ami a válaszutat egyszerűbbé fogja tenni nekünk emberek számára, illetve a világvezetői számára. Reménykedjünk ebben, boldog teliholdat és boldog húsvétot! Sziasztok!